Nem lenne nehéz ezt belerakni, nagyon sok játékba állíthatsz egy kört is, meg 596 kört is, és az, hogy erre vagyunk büszkék, hogy plusz 35%-os futamótot belerakunk, ez úgy jó pofa, hogy életű mond a gumikopás, meg az üzemanyagfogyás, de azon kívül ez nem nagy erény. Néhány pálya újra lett szkennelve, ilyen például Ausztria, de kerültek uh, pályák... Uh, újak is a játékba, mint például Las Vegas, vagy Katar, amik ugye idei Forma 1-es nagy is lesznek, és olyan pályák is továbbra maradtak, amiket szeretnek a nézők. Ilyen például Kína, még idén sem tarthattak form 1-es futamot, de talán az versenynaptár egyik legjobb modern versenypályája. Imádom az íveit, nagyon Élvezetes a versenyzők számára, és nagyon-nagyon jó versenyek és csaták szoktak kialakulni azon a pályán. És még az időjárás is változatos. Egy új mód került be a játékba, egy új beállítás. Ezek a piros zászlók, most már mind offline és online futamok is megszakíthatóak lesznek piros zászlóval. Természetesen, ha valakinek nem tetszik ez az ötlet, ki lehet kapcsolni, és be lehet állítani az érzékenységét is a piros zászlónak, hogy mekkora baleset esetébe küldjék be. De szerintem ez azért elég különleges lesz, néhány liga futamot majd mikor érint, ugyanis a piros zászló eljöttével a park fermének vége, szóval állíthatsz bármit az autón, és bármilyen gumit felrakhatsz friss keveréket, és új állórajt lesz, amit izgalmas lesz majd megélni a virtuális világban, biztos, hogy okoz majd bonyodalmakat. Különösen az olyan ligákban, mint amelyekben hétfőn veszek részt, ahol száz százalékos versenyek vannak, változó időjárási körülmények között autótöréssel. Szerintem a videókat látva a grafika is fejlődött, és ez sem tűnik nagy fejlődésnek, de megint csak azt mondom, hasonlítsuk össze mondjuk az f 2016-ot a 2022-höz képest, és így évek alatt már nagy különbséget észlelhetünk. Kicsit ezek az Évek alatt megjelenő játékok olyanok, mint az edzés, hogy ha elmész edzeni, holnapra nem látod az eredményét, de ha hónapokon át edzel, akár éveken keresztül, akkor viszont sokkal szembetűnőbb lesz az, és szerintem nem hibáztathatjuk a Codemasters azért, hogy ennek a játéknak ez az ára, ugyanis európaiként vagy amerikaiként ez az ottani keresetekhez viszonyítva egy nagyon olcsó játék, és azt ne felejtsük el, hogy a cégnek azért, hogy ők ezt a játékot árulhassák, eladhassák, minden egyes évben fizetni kell az alkalmazottakat, nekik az adóikat, és minden egyes évben fizetni kell a Forma 1-es licenszet, hogy továbbra is a Codemasters, vagy most már az EA Sports legyen a hivatalos játékkészítő. És higgyétek el, ezzel nincs minden évben dupla bevétel a kiadásokhoz képest, évi 10-20%-os nyereménnyel üzemel ez a cég, ami teljesen átlagos mindenféle céghez képest, és maga a Forma 1 és maga a piac az, ami beárazza ezt az egészet. A F2-es autók továbbra is jelen lesznek, klasszikus autók nem térnek vissza, de majd talán néhány év múlva, és összességében a konklúzió az az, hogy én úgy gondolom, hogy egy sportszeretőnek és egy játék szeretőnek bele kell férjen, hogy minden évben megvegye ezt a játékot, és azért nem várnék hónapokat, csak azért, hogy legyen egy 50%-os akció, mert szerintem egy ilyen játék a megjelenéshez közel, a legkülönlegesebb. Ilyenkor van fent a legtöbb felhasználó, ilyenkor vannak a legjobb online versenyek és bajnokságok, és aki ilyenkor elkezd gyakorolni és rendszeresen játszani, az nagyon-nagyon ügyes lesz azokhoz képest, akik csak később veszik meg a játékot. Ez egy extra sikerélmény, hogy nem te vagy az, aki lohol a többiek után, hanem utánad loholnak a többiek. Kívánok mindenkinek sok sikert, amennyiben megrendelik az F1 23-at ebben az évben is, és én is igyekszem, nagyon-nagyon igyekszem, hogy a lehető legjobb színben képviseljem majd a Mercedes F1 esport csapatával Magyarországot. Ez az első penyomás az F1 23-ról, alig várom, hogy játszam, kicsit a streamek így háttérbe fognak szorulni, de amint nem lesz annyi dolgom, igyekszem majd videókkal és élő adásokkal jelentkezni. Nagyon szépen szeretném megköszönni a figyelmeteket, mindenkinek a lájka like való támogatását, ami ingyen van, de nekem megváltoztatja az életem, és természetesen szponzoromnak, Unibetnek is, hogy továbbra is velem vannak, és egy újabb szezont kezdünk meg közösen.